Balsors, akik régen lép, hozz rá végeztem. Megbűnhődte már még a múltat, s jövett. Csíkos Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész szavalt a nemzeti imádságunkat a Szatmárcsekei Református templomban szombaton. Az ünnepség ige hirdetéssel kezdődött, majd Varnus Szavér orgonaművész és Schwarz Zoltán hegedűművész játékát hallgathatta meg a közönség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés 2023-ban jubileumi programsorozatot szervezett az egész vármegyére kiterjedően. A himnusz földje emlékérmet azok kapták, akik valamilyen módon segítették a 200 éves himnusz kultuszának öregbítését. A 200. évforduló alkalmából számos rendezvényt szerveztünk, illetve próbáltuk emlékezetessé tenni ezt az emlékévet monográfiák megjelenésével, aztán musicallel, fiatalságnak, képregénnyel, számos más egyéb programmal is, azzal is, hogy most egy emlék érmét is adtunk azoknak a személyiségeknek, akik támogatták, segítették ezt a rendezvénysorozatot. A 201. év is olyan fontos, mint a 200. év, és igyekszünk ezt az örökséget tovább ápolni Szatmárcsekei önkormányzatával és a Kölcsei Társasággal egyetemben. A Kölcsei emlékplakettet Esvarga Pál, a Kölcsei Társaság elnöke adta át Csorba Sándor irodalomtörténész professzornak. Csorba Sándor nagyon régóta a Kölcsei Társaságnak a, hát ahogy mondtam, spiritus rektora, de hát az is természetes, hogy ilyen módon hogy úgy mondjam, összeférhetetlenség volt, tehát furcsa lett volna, ha ebbe a minőségébe ő megkapja, de ugye most már ő szenior kutató, hogy így mondjam, és tényleg őszinte szívvel mondhattam azt, hogy nagyon régóta esedékes lett volna már, hogy ezt az elismerést megkapja, mert hát annyit mondhatok így még a laudáció kiegészítéseként, hogy a látható része a Kölcsei kutatásnak az a jéghegy csúcsa. Tehát amikor mi látunk cikkeket, monográfiákat, az a jéghegy csúcsa. Az a 9/10, azt pedig olyan emberek kristályosítják ki, mint amilyen Csorba Sándor. Csorba Sándor iskoláit a Sárospataki Református Kollégiumban végezte 1957-ben az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett magyar történelem szakos tanári diplomát, majd a nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium alapító tanári karában dolgozott. Később kutatásainak középpontjában Kölcsei Ferenc, Bessenyei György és Szemere Bertalan életútja került. A Bessenyei és Kölcsei Társaság egyik alapító személyisége, utóbbinak alelnöke volt. Az első a meglepetés érzése, ugyanakkor azonban a másik, ami áthatja ilyenkor az ember gondolatvilágát, az a Kölcsei Társaságban végzett munka, amit én annak idején 1988 óta végeztem. Ennek persze többféle kihatása volt, de a teljesen maradandó az, hogy a társaság füzeteket jelentetett meg, és ezekben, ha jól emlékszem, nem 14, hanem 24 jelent meg. Ennek a gondozása állandó elfoglaltságot, állandó a szatmári közösséggel való kapcsolatot jelentette. Belül meg kétségkívül mindig egyfajta ösztönzést adott, hogy előre, előre. A templomi ünnepségen Varnus Xaver az elmúlt évi díjazott is kézbe vehette emlékplakettjét, mivel külföldi turnéja miatt a 2023-as évben nem tudott a díjátadón személyesen részt venni. A rendezvényt a hagyományos koszorúzás zárta Kölcsei Ferenc síremlékénél a Kopjafás temetőben.